Halljuk azt a poént! Molnár Ferenc Karamell! Voltam még 20 midőn egy könnyű éjszakán, egy fradi győzelem és 5 konyak után a lépcsőház aljában enyém lett a láb. Reggel úgy éreztem, végre férfi lettem, mondtam az öcsémnek, milyen nagyot tettem, ünneplő ruhában a kocsmába siettem. Ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kémiseprő. Pár év múlva Margit látni akart ismét, nem nyúlhattam hozzá, becsukta a szemét. Terhes maradt tőle, mondta, kérjem meg a kezét. Sokára eljött az esküvő napja, én álltam legelől a hajam lenyalva, berúgtam jó hamar, csak legyek már túl rajta. Ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszedő, a hanvé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kémiseprő. Hozzájuk költöztünk a mosókonyhába, két helyemmel osztam kell pénz a lakásra, holnap itt a gyerek, nem jut idő másra. Eljött a február és fiam született, nyitva állt az ajtó, bárki bejöhetett, leülhetett közénk, ihatott, tehetett. Ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gátos és a díjbeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő. A postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gátos és a díjbeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a mindenki. Köszönöm szépen!